Napot kívánok, szeretettel Uta! A mai beszélgetésünk témája érdekvédelem Erdélyben, és meghívottunk már rendhagyóan Langban Gábor. Harmadik alkalommal jött el közénk, hogy elmesélje, hogy állnak az ügyei. Azért szeretem Gábort hallgatni, mert mindig rájövök, hogy az, amiben hiszek, hogy egy ember is tud változtatni ügyeken és tud nagy dolgokat elérni, az nem egy idealista elképzelés, hanem hogy vannak olyan emberek, akik tényleg bebizonyították és megmutatták, hogy egyedül is el tudnak érni dolgokat, akár nagy dolgokat, amiben sokan nem hittek. Kolozsvár többnyelvű tábláról beszélve, hát szerintem nem tudjuk elégszer megköszönni neki, hogy ezt az ügyet elkezdte és következetesen kiállt mellette, és amíg 15 év politikai harc, illetve politikai harcnak álcázott semmittevés nem érte el, azt ő a saját kezdeményezésével pár év alatt elérte, de azt is, hogy a Tóraszentlászlói rendőrséggel és az önkormányzattal folytatott harcában azért érte el szép sikereket, és azt is megmutatta nekünk, hogy nem elég Romániában végigvinni az ügyeket a bíróságokon, hanem hogyha nem kapunk jogorvoslatot, akkor tovább kell mennünk és Strasbourgban kell harcolnunk az igazunkért. Ami a mai nap nem mondható el, hogy sok erdélyi magyar ügy lenne Strasbourgban. Gábornak több is van, tudom ma, de ezekről beszélni fog. Arra kérném, hogy akkor első körben mondja el, hogy mi változott a tavalyi év óta, milyen fejlemények vannak és milyen kezdeményezései voltak, mert neki számos kezdeményezése van a bírósági ügyek mellett is, tehát több nyelvű dokumentumok, egy kérdőív is, amivel fel lehet mérni, teljesen jól láttam a nyelvi jogoknak a betartását, vagy szintjét, illetve jól tudom, kapott is az Európai Bizottságtól egy tisztázó levelet, ami nagy eredmény a jogi érvényesítésben. Megkérnélek, hogy az első körben mondd el, hogy állnak az ügyeid. Jöhet, köszönöm szépen. Hát elsősorban a Tóraszentlászlói ügyem az úgy mindig alapfokon a bíróságokban. Kétszer itt voltam, tárgyaláson voltam, a bírónő tanokat hallgatott ki, megnézte a fényképeket, a gyerekek iskolai igazolványát, a kérvényeket, a leveleket, és úgy döntött alapfokon, hogy a perbeli minőséget vitatta. Tehát alapfokon nem döntött. Tehát ez úgy mindig folytatódik. A Marosvásárhelyi ügyem, aminek a kolozsvári tábla per egy mellékvágánya volt, ott tavaly hozott a bíró egy alapfokon egy döntést, azután, miután két vagy háromszor halasztott, és egy év telt el, és egy év elteltével még mindig nincs meg az indoklás, ami miatt bepereltük őt, és egy magiszteri bírósági eljárásnak is alávontuk, és még a mai napig nincs meg az alapfokon az eljárás, az indoklás, tehát nagyon lassan mennek tovább az ügyeim. Tehát ilyen szempontból nagyon kevés változott tavaly óta, de egy lényeges változás van, és az az, hogy az Európai Bizottság írt nekem egy levelet, amiben tisztázták azt, hogy a nyelvhasználatot az minden európai polgára vonatkozik. Tehát a Marosvásárhelyi ügyben a helyi rendőrség azzal érvelt, hogy a romániai nyelvi jogokat csak a román nyelvi állampolgárok használhatnak, ami egy nagyon rossz indulatú értelmezése egy jognak, abszolút értelmezése is. Viszont Nagyváradon a bíróság ezt alapfokon odaítéltem, és ezt az ügyet panaszoltam be az Európai Bizottságnál, és ott a kötelezettségi eljárást nyújtottam Románia ellen, és ott alapfokon a bíróság azt írta az Európai Bizottság, hogy a nyelvi jogokra nem lehet korlátozni ezeket a nyelvi jogokat, és egy olaszországi ügyre alapoznak, ahol a Grauer Rüffel és a Bickel is francügyben. És a Grauer és Rüffel ügy az 2014-ben volt, ahol egy síelő egy balesetet okozott, és Bozenben alapfokon németül tárgyalt a tárgyalás, és az olasz legfelsőbb bíróságon kitalálták azt, hogy olaszok kellett volna menjenek a dolgok, és ott is megint meghozták az Európai Bizottság részéről azt a döntést, hogy nem lehet az európai polgári jogokat korlátozni. Ez azt jelenti, hogy nekem hollandiai magyar tolmácsként, mint egy rendőrségi tolmács vagyok, jogomban állít magyarul kommunikálni a hatóságokkal, kötelességük, hogy a romániai törvényeket betartsák, és amennyiben ezt nem teszik, ők gyakorlatilag ugyanezt teszik, mint hogyha Hollandiában vagy Németországban
egy román kamionos nem engedne dolgozni. És erről ez az ügy még mindig folyamatban van. 2017. októberében kaptam meg a levelet, és kivizsgálatban van az ügy. Tehát sajnos az ügyek még mindig folytatódnak és nincsenek lezárva. Azért is szeretem Gábort hallgatni, és azért hívjuk még nagy szeretettel, mert mindig arról szokott beszélni, hogy nem elég, hogyha felismerjük, hogy a törvényeket nem tartják be, és sok esetben nem jók a törvények, hogy látjuk azt is, hogy a román államhatalom a kifárasztásra hagy, tehát olyan sokáig húzzák az ügyeket, hogy mindenki elfárad, és akkor inkább hagyja a francban, nem várja meg a végeredményt. Ő mindig azt mondja, hogy mindenkinek saját ügyében lépnie kell, végig kell vinnie az ügyeket a bíróságokon, és ugye, ahogy már mondtam, el kell menni Strasbourgig, illetve saját kezdeményezései is vannak, amit mondtam, közben megkerült ez a több nyelvű kérdőív. Hogyan látod, miként lehetne a mostani törvényi környezetet megkerülve akár sikeresen a életbelétető több nyelvűséget? Mondtad már korábban, hogy a vállalkozók, a civil szféra hogyan tudná ezt saját kezdeményezésekkel, ezt megkerülve biztosítani? Hát például ami nagyon hiányzik, hát a napon a Toroszlán László rendőrségen voltam, és be akartam iktatni egy magyar nyelvű kérvényt, és ott megint a praktikus problémákkal kezdődött, hogy nem fordítsam le, a rendőr nem tudott magyarul, és tovább, és tovább, és végül sikerült beadnom, és ilyenkor fantasztikus lenne, hogyha létezne tolmács szolgáltatás, ahol azonnal egy tolmácsolatna valaki online, és akkor utólag a tolmácsolásnak a költsége ki tudott küldeni a hatóságnak, és egyben van hangfelvétel is arról, ami biztosítja, hogy nem tartották be a jogokat. Tehát egy ilyen szolgáltatás még nem létezik, tehát azért mindent neked kell csinálni. Mi a véleményed? Az, hogy az elmúlt hónapokban számos a magyar ügyben történt kedvetlen döntés, a Bánfi erdő, a Batthyány Anna könyvtár Gyulafehérváron, vagy Péter Ferenc korábbi szlovák polgármester megbüntetése a Székely László kitűzése miatt. Ezek szisztematikus döntések, ítéletek, amiket előre megterveztek és szándékosan időztették egymás utánra, vagy ez csupán a véletlennek köszönhető, és ez a rendszernek a milyenségét mutatja, az, hogy ugyanabban az ügyben, akár két bírósági ítéletben születhet különböző ítélet. Láthatjuk a terrorperben is, hogy a fiúkat ugye egyszer felmentették, aztán most kaptak 5 év börtönt. A te ügyedben is, az egyik ügyben azt mondták, hogy végül is nem a jó besorolása az ügynek. Tehát ez a rendszer hibája, vagy politikai titkosszolgálati elemek próbálják a magyarságot szándékosan elgáncsolni? Tehát én ezt nem tudom. Gyakorlatilag itt vannak a törvények, tehát van egy kis füzet, hogy jogában áll, ott van a román alkotmány, ott van a nagyon kedvező jogi háttér, és ott vannak a törvények, amik mind szavatolják a nyelvi jogokat, és hogyha a hatóságok folyamatosan eltiporják ezeket a jogokat, vagy hogyha elnyomnak, vagy hogyha az európai polgári jogaidat nem tartják be, akkor egyértelmű bírósághoz kell fordulni. Én csak azt látom a saját ügyeinkből, hogy úgy tűnik, mintha a bíróságok ezekben az ügyekben nagyon nehezen tudnak szakmai döntést hozni, mintha lenne egy bizonyos elfogottságuk, mintha etnikai alapon diszkriminálnak, mintha a bíróság egyszerűen nem tud tisztán szakmai döntést hozni. Mert ezek az ügyek önmagában nagyon egyszerűek, és kristálytiszták. Ott van a nyelvi jog, nem tartják be, kárítésre van a jogod, és arra van jogod, hogy a lezajuljon, és hogy az eljárásoknak megfelelően hozzon egy ítéletet. Én magam részéről még lehet, hogy be akarok nyújtani a bírósági magiszterhez egy panaszt, hogy tisztelt bírósági magiszter. Több ügyem van Romániában, és az a tapasztalatom, hogy önök etnikai a dolgok miatt nem tudnak szakmai döntéseket hozni. És akkor ezt nyilvánvalóan a holland hatóságok elé is terjesztem, és van nagy kertasszonynak is be fogom mutatni. Tehát, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, azt ki kell járni az ügyeket, és ezt meg kell csinálni. Tehát önmagában véve
olyasmi nincsen, hogy etnikai alapon másképpen döntenének, ilyesmi nincs a törvényekben. Van az országnak egy alkotmánya, vannak független bírók, és azoknak a munkájukat kéne végezniük, függetlenül attól, hogy te ki vagy, vagy mi vagy. És én viszont az ügyeim alapján be tudom bizonyítani, hogy eléggé nehézkésen mennek ezek a dolgok, és hogy eléggé nagy ellenszélben kell csinálni ezeket a dolgokat. És akkor azért nem kezdenek bírósági perbe, mert a költséges, azért sem kezdenek bele, mert sokáig tart, és a kérdés is a kimenetelem. Te több ügyet kezdtél el. Egyedül kezdted, saját magad finanszíroztad ezt, vagy voltak partnereid, voltak támogatóid. Mesélj el, tehát az elejétől kezdve, hogy ezt hozzád. Én ezeket mind saját magam finanszíroztam, és azért finanszíroztam saját magam, mert én a holland rendőrségnek egy tolmács és fordító vagyok, és egy Jens Stutz jegyzőkönyvet fordítottam el a holland rendőrségnek arról, hogy kelet-európai bűnbandák hogyan ölik meg a 95 éves öregasszonyt, vagy hogy tépik ki az ékszert a kezükből, és hogy láttam, hogy mennyire biztosítják Romániában, Hollandiában a nyelvjogokat. És Maastrichtban tanultam, ahol ez egy többnyelvű, egy igazi európai város, Belgium és Németország 50-10 kilométerre van, gyerekkoromban, Maastrichtból, Belgiumból lehetett pizzát rendelni, tehát ott az igazi legeurópaiabb város volt, és én ezeknek a dolgok alapján kezdtem ezeket az ügyeket. Tehát ez nem volt egy előre tervezett dolog, és én egy egyszerű európai polgár vagyok, és egyszerűen azt látom, és azt állapítom meg, hogy az európai polgárság az csak egyfelé működik. 3 millió román polgár élvezi az európai polgári jogait Európában, és itt csak egy töredéke van azoknak a polgároknak, akik ugyanazokat a jogokat tudják itt használni. És pontosan erről szól az európai polgárság, hogy mindenki egyenlő. És azáltal, hogy itt a nyelvi jogaimat nem tudják biztosítani, azáltal Románia ezeket az európai polgári jogokat nem tartja be, és maga sérti meg azt az alapjogot, aminek alapján 3 millió román él külföldön. És szerencsére a holland sajtóban nyitottak erre, és a holland politikum felé is írtam erről kritikus hangnemű cikkeket, és ezek megjelentek az újságokban is. Tehát akkor a finanszírozás az a részletről jött minden. A jogi tanácsot kaptál-e, jogi segítséget Erdélyben, vagy mindent egyedül csináltál, és az alapítvány a jövőben tervez-e még ügyeket nyitani Erdélyben, bárkivel is együttműködve? Hát minden sárzsebből csináltam, és az alapítványomnak volt ez a jelentése, ez az elárult jogok, aminek az angol nyelvű verzióját be akarom fejezni, és azt ki akarom küldeni, és igazából újabb dolgokat nem akarok kezdeni, csak a jelenlegi ügyeket le akarom zárni. Tehát ezek is fontos dolgok. Most gondolj bele, hogy az Európai Bizottság levele és döntése alapján nekem, mint holland tolmács, az a jog áll rendelkezésembe, hogy ide megyek egy rendőrösre, magyarul kezdek el beszélni, és hogyha a rendőrök nem válaszolnak írásban vagy szóban magyarul, akkor kártérítést kérhetek azért, mivel hogy nem tudtam teljesíteni a szolgáltatásomnak a szolgáltatásomat, nem tudtam biztosítani az ügyfelem számára. Hát ez egy eléggé szép dolog, hogy ilyen jogaim vannak. Tudni kell, hogy az igentesség mozgalmat is te indítottad. Tervezel-e hasonló mozgalmakat beindítani, és hogyan látod az igentesség sikerét, lehet-e még fokozni, lehet-e hatékonyabbá tenni? Egyelőre nem tervezek semmiért beindítani, viszont hiányolom azt, hogy itt nincs egy korrektan működő magyar ügyfélkapó, tehát hogy nincsenek magyar nyelvű számlák, nincs magyar nyelvű utazási biztosítás, jogi biztosítás. Tehát hogyha Hollandiában vagy Belgiumban az ottani román immigránsok számára működnek román nyelvű ügyfélkapuk, akkor miért nincs egy magyar nyelvű ügyfélkapu, ami Erdélyben is tudna működni? Miért kell kedveskednem, hogy befizessek egy vízszámlát, vagy egy villanyszámlát? Tehát ezek miért nincsenek korrektül magyarul? Szerintem egy ilyen ügyfélkaput biztosan be lehet említani, de ez egy túl nagy falat ahhoz, hogy ezt csak oda legyen elkezdeni. Tehát az ötlet szinten ezek a dolgok megvannak. De ki az erre választ?
erre az ügyfél kapcsolatban kivalósítja meg. De ezt te most nem önkormányzati szinten mondtad, hanem az összes vállalkozásnál is, ami Orosváron vagy akár Erdélyben működik, ugye? Hát nem csak... Pontosan, tehát ha valakire egy vízszámlát akar befizetni, villanyszámlát akar befizetni, telefonszámlát akar befizetni, utazási biztosítást akar lekötni, egy jogi biztosítást akar lekötni, akkor minden csak románul megy, románnyelvű nyomtatványok vannak, és ez nincs profi szinten megoldva. Holott Belgiumban, vagy Kanadában, más országokban tökéletesen működnek ezek a szolgáltatások, sőt, piaci alapon már a Kelet-Európából kelet-európai bevándorlók számára is működnek ilyen jellegű szolgáltatások Hollandiában, vagy Angliában, vagy Belgiumban. És én csak azt mondtam, hogy jó lenne, hogy egy ilyesmit meg lehetne valósítani, és ezeket ötlet szinten már egyszer leírtam az ügyetességben. Tervezel erre mozgalmat építeni, mármint hogy az ügyfélkapu a céljával egy kisebb mozgalmat, ami követelni, elmenne cégekhez, elmondaná nekik, hogy vannak ilyen nyugati példák, vagy elmondaná, hogy miért jó ez. A kolozsvári önkormányzat, vagy bármelyik önkormányzat, egy másik kérdés, az egy politikai döntés, és vannak magyar képviselők, akik ezt ki tudják tárgyalni, ki tudnák. De vállalkozásoknál ez már kicsit nehezebb, nem tudunk ezt kötelezni, de rá tudnád őket venni, ahogy egyébként az igentesség is ez volt, hogy vállalják a magyar cégek, illetve a román cégek, akiknek van magyar alkalmazottuk, hogy magyarul is kiszolgálják az embereket. Tehát az a kérdésem, hogy tervezel-e ilyen mozgalmat, vagy ez neked már túl nagy feladat, többi feladatok mellé? Hát ilyesmit nem tervezek. Az igentesség az egy fantasztikus kezdeményezés, és csak az a fontos, hogy kereskedelmének tudják magát megvalósítani, és nem csak egy alapítvány maradjon, hanem harcoljon az ügyfelekért, és tudja megmutatni az ügyfelek számára, hogy az a jó válasz, és hogy jó szolgáltatást tud nyújtani. Én nagyon örülnék annak, hogyha Erdélyben lenne egy magyar nyelvű ügyfélszolgálat, és szívesen csatlakoznék egy ilyen kezdeményezéshez, de ezt most előbb be fogom fejezni a saját ügyeimet. Értem. A jelen pillanatban az Alkotmánybíróság vizsgálja az új közigazgatási kódexet, amiben valamilyen szintű kisebbségi nyelvi jogi bővítések voltak. Vannak. Benne vannak. Benne vannak, de a módosítósak azok megtörténtek. Benne vannak, de meglátjuk, hogy mi lesz az Alkotmánybíróság döntése. Ez szerinted ez jelentősebb lépés, vagy nagyobb a füstje a döntetek? Nem tudom, én csak azt tudom, hogy van egy törvényi keret, ami fantasztikus. Papíron a romániai magyarságnak több joga van, mint más kisebbségeknek, de a jogoknak még a felét sem tartják be. Ha vannak törvények, azokat rossz értelmezik, a bíróságok húzzák az ügyeket, és azt a látszatot keltik, hogy elfogultak, tehát hogy nem tudnak szakmai döntéseket hozni, és tehát a jelenlegi jogoknak még a fele sincs kihasználva. Tehát 20% fölött kötelező a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, és 20% alatt is bárhol lehet megvalósítani, ilyesmi nincs meg. Sőt, még a kereskedelmes is van mindenhol. Tehát nagyon szép, hogyha új törvény jön, de az lenne az igazi, hogyha egyszer jogállamiság lenne Romániában, és valóban biztosítva lennének ezek a törvények. Azt veszük, én nagyváradi vagyok, de Magyarországon élek. Sajnos. Azt veszük észre, hogy amikor valamilyen pozitív változás készül, alakul, törvényileg is megszavazza a szenátus is, meg a képviselőház is, akkor vagy az államelnök, vagy a Nemzeti Liberális Pártnak valamelyik vezetője az Alkotmánybírósághoz fordul.
Tehát mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a már megszavazott, például ez a közigazgatási törvény, ez ne léphessen hatályba. Vagy a Vadosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium, amelyet most már rendeletileg elindítottak, és most azon tanakodnak az ellenzékiek, hogy hova forduljanak, hogy ezt is megakadályozzák. Hogy a közigazgatási bírósághoz forduljanak, vagy pedig az ombudsmanhoz. Ha úgy döntöttek, hogy az ombudsmanhoz fordulnak. Tehát még ezt is el akarják használni. Tehát ezek olyan felháborító és embertelen húzások, amikre nem tudok mit mondani. Csak ezt, amit mondtam. Köszönöm. Hát egyetértek, csak azt tudom mondani, hogy a jelenlevő törvényeket sem tartják be. És azokat kell számon kérni, és azt konkrétan csinálom. És nekem nagyon konkrétan van egy kázusom arról, hogy az európai integráció nem működik. Románia nem tartja be azokat a kötelezettségeket, amit vállalt. Hogy azt a jogot, amit 3 millió románok hoznak külföldön, Európában, azt megtagadják tőlem. Hogy ők az európai integrációnak a megrongálói, és nem a külföldi államok. Nagyon sok kritikát fogalmaztam meg Romániával szemben, és nagyon sok újságcikket hoztam le erről is, az ügyeket befejezem. És én csak azzal szembesülök, hogy nagyon kevesen vannak, akik ezt teszik. És ezáltal a hatalomnak van egy úgynevezett legitimációja, amikor azt mondják, hogy senki nem palaszol, alig vannak ügyeink, minden szépen be van tartva, itt vannak a kisebbségi jogok, nincs semmiféle probléma, ezt belülről éreztem. És az én kázusom olyan szempontból más, hogy Hollandiában nőttem fel, és ott születtem, és nem tanultam meg románul, és próbálok itt magyarul élni, és akkor észreveszed, hogy milyen problémák vannak. Nem szolgálnak ki, nem segítenek, megaláznak, lekezelnek, és tovább, és tovább. És ezeket dokumentáltam, és ezek ellen megteszem a jogi lépéseket. És így el tudtam indítani valamit. És én csak azt látom, hogy nagyon sokan ezt nem teszik. És ez még nagyobb baj szerintem, mint az, hogy most egy ilyen közigazgatási törvényt visszaszorítanak, vagy hogy ilyen rossz indulatúan állnak hozzá, ami egy nagyon rossz dolog, de viszont hány polgármesteri hivatal van, ahol nem lehet beadni magyar nyelvű kérvényeket, nincsenek meg a tanácshatározatok, hány rendőrös van akkor, hogyha valaki kétségbe esett a magyarok kér segítséget, elzavarják, hogy azt mondják, hogy beszél románul, és tovább, és tovább. Hány ember van az egészségükben, aki az anyanyelvi használata miatt sérelmet érnek, és ezek mind olyan ügyek, amik a jelenlegi törvények szerint jogok, amik biztosítva vannak. Ez az Európai Bizottsági ügy, ez egy nagyon konkrét ügy arra, amivel bizonyítani tudom, nem csak a holland hatóságok számára is, hogy nézd, engem, mint tolmács, mint európai polgár, mint európai vállalkozó, tönkretesznek, a jogaimat elveszik, anyagi kárt okoznak nekem, és Románia ugyanazokat a kereskedelmi jogokat, amiket a Hollandia biztosít több román vállalkozóknak, azokat nem tartják be. És én csak azon vagyok meglepve, hogy milyen kevés ilyen ügy van, amivel konkrétan be lehet bizonyítani azt, hogy engem hátrányt ér. Hányan vannak, akik például bebizonyították azt, hogy amiatt, hogy például valaki nem nyújt magyar ügyfélszolgálatot, hogy ez nekik anyagilag milyen kárral jár, mennyi többletköltséggel jár. Vagy nagyon kevés ilyen ügy van, ami ezt bizonyítja, hogy valaki hátrányba kerül. És én ezt látom a legnagyobb problémának. Szerintem ez egy nagyon összetett kérdés, és több felelős van. Elsősorban felelősek a hatóságok, hogy a meglévő törvényeket nem tartják be, és felelősek azok a polgárok is, akiket ezeket nem kérik, vagy nem hangoztatják, hogy szükségük van rá, vagy nem indítanak bírósági pert, hogyha egy bizonyos joguk az csorbult. Tehát mindkét oldalon ott van a hiba. Magyar önkormányzati vezetőink részén is ott a Volt, mert bizonyos megyei vezetők olyanokat hangoztatnak, hogy a kétnyelvűség drága, és magyar többségű területeken sok közigazgatási egységben nem lehet beadni magyar nyelvű kérést, mert hogy az plusz idő, plusz költség szintén ugyanerre hivatkoznak, illetve magyar vezetők sokszor a jogállamiság hiányára hivatkozva, ugye
hát a lakosságot elbizonyítják abban, hogy van egyáltalán értelme elütni egy pert, meg úgysem lehet megnyerni, mert a magyarok eleve mumusok. Pedig van erre ellenpélda, a kolozsvári táblaügy, ami ugye a bíróságon ment végig, és sikeres lett, hogy akár az Erdély zászlóügy, Székely zászlóügyben is voltak, vagy a bírságok, amik a Székely szabadság napján születtek, vagy a Váradon kitűzött a Székely zászló kapcsán meghozott pozitív ítéletek. Tehát habár a jogállamiság valóban kérdéses, lehet bírósági úton elérni eredményeket. De ha valaki elindul is egy ügy kapcsán, akkor lehet, hogy megáll első fokon, hogyha elveszíti, nem megy tovább, így Strasbourgig el sem jut, és azért a Nyugat-Európában nem látják, ahogy mondtad, a problémát, mert nincsenek ügyek. És az ügyeket csak az egyének, aki elszenvedte a jogainak a sérülését tudja elkezdeni, vagy civil szervezetek, vagy a politikai pártok, akik kicsit késve kezdték meg Nyugat-Európában a valódi helyzet felvázolását, az korábban együttműködve a román államhatalommal, hát nem voltak elég hangosak ez ügyben. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de mi, hogyan lehetne ezen változtatni, azon kívül, hogy az egyének viszik az ügyeket, hogyan lehetne rendszer szinten a magyar közösség, hogyan tudná ezt önmagát megszervezve megoldani, és ki lenne ebben a hát a pápa, aki az ügyet kellene vezesse. Hát szerintem ez egy nagyon lassú folyamat. Azokat a jogokat, amiket 50 év alatt elvettek, azokat nem lehet visszaszerezni egy év alatt, ez nagyon lassan megy. Tehát ezt az ügyekből is észreveszem, és szerintem ez egyszerű oktatás kérdése, és egy jogállamiságról is egy felfogás, és szerintem ezek nagyon nagyon-nagyon lassú folyamatok. Ilyen konkrét ügyekkel lehet rávilágítani arra, hogy vannak problémák, és hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, és hogy a sérelmeket orvosolni kell. És szerintem a legnagyobb fontosabb dolog, hogy az ember minél gyakrabban használja az anyanyelvét, és én itt látom, hogy a kereskedelemben sincsenek minden, aki használva azok a nyelvi jogok. Tehát olyan sok helyen tudok vásárolni, a magyarok kiszolgálnak, és olyan sok igényes lehetőség van, és én mindig azokat használom, és nem értem meg, hogy miért nem ér mindenki ezzel a lehetőséggel, ami van. De mert régóta szúrja a szememet egy ilyen kis hungarikum termék, amit úgy hívnak, hogy gulyáskrém, és itt Romániában úgy forgalmazzák, hogy csak románul van ráírva. Akkor ez egy hungarikum, csak magyar fogyasztók számára forgalmazzák itt Romániában. Miért vásárolunk meg egy ilyen terméket? Az, ami feltűnt, hogy Lányfalun, ahol lakom, ott a Hargita gyöngyen, két helyen kiírt, ki volt a téren reklám székely, ami csak románul volt ráírva, vagy Hübeszön a túra. És Magyarországon. Tehát nem csak az, hogy Erdélyben egynyelvű sűríti magát, hanem Magyarországon egynyelvű román reklámanyagokat használ. Küldtem nekik egy levelet, a levelemet nem válaszolták meg, viszont mind a két helyről azonnal eltűnt, hogy hívják az egynyelvű felület, és eltávolították a székeket. Csak én ezt az igénytelenséget nem értem meg. És ez tényleg a fogyasztó múlik, hogy ő ezt felismerje, és hogy lépjen, és erre számtalan példa van. Nyugat-Európában, Amerikában. Például egy olyan érdekes példa, hogy a homoszexuálisok Los Angelesben egyszer felkezdtek írni azokat a bároknak a nevüket, ahol mondjuk rondán viselkedtek velük, és bojkotálni kezdték azokat a termelőket, vagy azokat a cégeket, akik kifejezetten homoszexuális ellenesek voltak, és egy forradalmat értek el, és egy ilyen láthatatlan kis közösség volt ez. És nagyon sok példa van erre. Arturnak van egy kérdése? Igen, egy hozzászólásom volna ez. Ahogy felmerült ez a kérdés, én hallja mindenki mikrofon nélkül is gondolom, amit mondok. Egy példát hoznék a 90-es évek végéről, mikor aláírásokat gyűjtöttünk egy kábel TV szolgáltatónál a magyar csatornákért, lehet, hogy itt vannak, akik emlékeznek, egy a kereskedelmi társaságnak, ami nem egy vad román társaság volt, mert komoly magyar tőke is volt, de a szemünkbe vágta, hogy jó ez az aláírásgyűjtés, hogy legyen Duna TV, meg Hír TV, meg ATV, meg RTL, meg minden, amit akarunk, de ő, ha akar, háromszor ennyi
román aláírást fog tudni gyűjteni, nem azért, hogy ne legyen magyar, hanem hogy azokban az adókban, amik vannak, ne magyar adók legyenek, hanem nyugatiak. Discovery, TV Szeng, olasz adók, stb. És ennek kapcsán azt szeretném, hogy kétféle probléma van, gyökerét tekintve. Az egyik a kulturális kérdés. Az, hogyha magyarul szólalok meg egy helyen, és rám ripakodnak, hogy románul, ugyanaz, aki rám ripakodna, hogyha hollandul, arabul, finnül, akár milyen más nyelven szólalnék meg, valamit ugyanúgy nem ért, vagy inkább nem ért, nem ripakodna, hanem keresni a közös nyelvet. Először erőltetni angolul, utána kézzel, lábbal, és aztán lehet, hogy a végén megörvendene, hogy magyarul pár szót lehet ejteni. Ez a kulturális probléma, ez a neveltetés kérdése, és ennek a megváltoztatásához kell vagy 10-20 év nevelés. Nem is annyira jogi buzabona, és nem is annyira szerve, hanem nevelés. Úgy nézett ki, hogy ez beindult a 2000-es évek elején, az EU csatlakozás előestéjén. Ez a folyamat most visszafordult. Én remélem, hogy legtöbb egy 3 éves távlat, hogy a 20-as évforduló után megint normalizálódik, de meglátjuk. De van a másik probléma. A súlyos kettős vagy többszörös mérce a visszaszolgáltatásoknál, vagy itt van az úgynevezett székely terroristák, ugye most. Nem akarom védeni a utasem, mert nem provokálunk, hogyha lehallgat a titkos szolgálat, de ki veszi azt komolyan, hogy terrorizmus lehet? Tegyük fel, hogy szó szerint igaz, amit a szájuk adtak. Ki veszi azt komolyan, hogyha robban a petárda, vagy 100 petárda robbanjon egy szemetes kukába, az terrorizmus, akármilyen közegben. Ennek a kapcsán effektíve mit lehet tenni, hogyha ellenségesek, kivívjuk az államszerve ellenséges hozzáállását, és az uniós szerveknek a nem törődőségét, a semlegességét, vagy akár a rossz indulatát adott esetekben. Köszönöm szépen! Igen, köszönöm szépen. Ez még annyit szeretnék hozzászólni, hogy ismerem a Beke ügyet, és mondom, hogy én megtapasztaltam, hogy az itteni hatóságok rögtön a magyar kártyát hozzák. Tehát, hogy a bíróság nem annyira elfogadhatóan tud dönteni, és nem szakmai érvek alapján hoz egy döntést. És én ezért a bírósági magiszterhez panaszt szeretnék nyújtani. A legszebb az lenne, hogy ilyen panaszt nem én írnék alá, hanem aláírja 700 ezer ember, vagy 1 millió ember. Tisztelt bíróság, Romániában vannak törvények, viszont ilyen és ilyen és ilyen kázusok alapján azt látjuk, hogy a bíróságok nem tudnak szakmai döntés alapján tények alán dönteni, hanem etnikai tények alán döntenek. Tehát azt nézik, hogy ez egy magyar nyelvi jogot akar használni, ez veszélyes, és akkor a törvények így érvényesek. Hát a legnagyobb vicc az, hogy a Marosvásárhelyi helyi rendőrség és a Tordeszentlászai polgármester hivatal azzal érvelt, hogy egy európai polgár nem használhatja ugyanazokat a jogokat, amit egy román állampolgár használhat. Tehát, hogy azt mondják, hogy vannak jogok, de az európai polgárok ezeket a jogokat nem használhatják. Ez legalább bebizonyítottam, és erre fel egy ilyen Európai Bizottságtól van egy panaszom. Az Európai Bizottság, az Európai Unió nem valamilyen csoda intézmény, hogy az azonnal fellép mindenféle jogsértés alapján, hát ezt nemzetállamok alapították, Románia is alapította, az nem fog most fellépni, de hogyha ilyen jogsértéseket be lehet bizonyítani, akkor ez egy nagyon jó lépés. És én mondom, hogy én Hollandiában is tudom bebizonyítani, és többet is írtam erről a sajtóban, hogy Románia nem tartja be az Európai Uniós jogot. Remélem, hogy egy kötelességi eljárást indítottam Románia ellen. Tehát ezért egy eléggé jó ügy, hogy ilyen szinten tudtam ezt felmutatni. És ami a kereskedelmet illeti, én mondom, hogy engem mindig szórja a szememet, amikor látom azt a kis gulyáskrémet, ami csak egy nyelven magyarul van megcsinálva. Egyszer írtunk a romániai forgalmazónak egy levelet, és ez egy magyar ember volt, és azt írta nekünk, hogy nagyon sajnálja,
de a román törvények nem engedik meg, hogy a magadon is ráérjen. Ezt írta. Tehát ez egy olyan gátlás, tehát nem érte meg, hogy egy olyan cég, ami Magyarországon folyamatosan azzal hirdeti magát, hogy Hungarikum, hogy egy ilyen baklövést megenged magának. Tehát ez mondjuk egyszer felkerülne a közösségi médiára, vagy valaki ezt tematizálja, egy olyan lejárató kampány indul egy ilyen cég ellen, nem igaz. De addig, aki még ezt senki nem teszi ezt napirendre, nem változik meg semmi magától. Ez a baj. Tehát számomra is megdöbbent az, hogy egy cég ilyesmit megenged magának. Tehát most gondolj bele, hogy a Heinekennél is mi volt a csiki sörrel. Hollandiában, vagy Angliában, vagy Németországban egy menedzser sosem engedne magának meg azt, hogy így nyilatkozzon egy közösségről, az úgynevezett székekről. Viszont ez utána visszavágott a Heinekennek, és a negatív publicitás miatt kérdeztek. De addig megint kellett, hogy jöjjön egy ilyen ügy, hogy kikerüljön a szeg a zsákból. Mert addig úgymondván ilyesmi nem volt, és tehát minél több ügyet kell kezdeni a szempontból. Utána van az előadásra szánt időnk, úgyhogy teret engednék a hozzászólásoknak, vagy esetleg kérdéseknek. Ha van ilyen, akkor várom a jelentkezőket. Bátran lehet a... 1 millió aláírás sorsáról. Nem tudom, én is aláírtam, és nem tudom, hogy ezzel most pontosan mi folytatódik, de mondom, hogy meglévő jogok már megvannak. Nagyon jó, hogy európai szinten is kezdenek ezzel foglalkozni, én csak üdvözlöm. Én most jó magam a Fizekkel is felvettem a kapcsolatot, és Fiz nyelvi jogok ügyekkel is foglalkoztam Hollandiában, és én erre csak azt tudom mondani, hogy minél többet kéne ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Csak én egy magánember vagyok, minden saját zsebemből csinálom, és egyszerűen azt veszem észre, hogy van egy családom, van egy munkahelyem, és hogy nem tudom magamnak megengedni azt, hogy heti több mint egy vagy két napot foglalkozzak ezekkel az ügyekkel. És mindent szépen be szeretnék fejezni. És tehát nagyon jó kezdeményezés, és hajrá! Vince Lorán elég szkeptikusan nyilatkozott, mert ezzel most az Európai Bizottságnak kötelező foglalkozni. De Vince Lorán szkeptikus volt, abban reménykedik, hogy a jövő évre megválasztandó új Európai Bizottság másképp fog majd viszonyulni ehhez a többi kecsenyavarányhoz. Igen, elsősorban ez egy nagyon szép eredmény, hogy most már regisztrálva is van, át van nézve, és megvan az 1 milliónál is több aláírás, de hát nem kötelező pozitív választ adni erre a bizottságnak, az, hogy foglalkozik vele, ez nem egy dolog, de az, hogy a bizottság, a megváltozó bizottság, a megváltozó parlament ezzel foglalkozna, ezzel én azért nem tudok eltérteni, mert nem hiszem, hogy a nyitottabb szemléletű politikusok nyernének a következő választásokon, hanem éppen a nemzetállamoknak, az erősebb nemzetállamoknak a támogatói fognak, a populisták fognak nyerni a választásokon. Nem hiszem, hogy az olaszok, a szélsőséges olaszok, vagy a megerősödő francia szélsőjobb ezt egy ilyet támogatna és pozitívan döntene. Épp úgy szerintem a mostani, számomra nem kedves bizottságban láttam volna több esélyt, hogy pozitívan válaszol rá, a következő szerintem még jobban el fog tőle határolódni, illetve nem fog vele foglalkozni, szerintem. Vince Lorának az az érdeke, hogy az a többség legyen, amilyen lesz. De az nem egyértelmű, hogy a közösségnek is ez az érdeke. Más hozzászólás? Tehát, hogy a Multin miért nem csináltak meg a Multik? Hát az igazság, hogy egy EON-nak ez éppen egy 5%-os részt jelenti. Egy 5%-os kereskedelmi rés, Bukarestben nézve lehet, hogy a pénzügyi mutatókon, vagy egy Excel táblázatban egy eléggé kis szegmenset jelent.
és lehet, hogy mit tudom én, ez csak a magyar fogyasztóknak egy 2-3%-ánál lejelentene egy többlet értéket, és amiatt váltan a szolgáltatót. Viszont, hogyha egy ügyfélkapu minden szegmest átvesz, tehát mondjuk egy ügyfélkapu van, ami a közműt, a biztosításokat és a többi szolgáltatásokat nyújt, akkor az az ügyfélkapu már nyereséges lehetne. De egy multinak lehet, hogy egy 100 000 eurós vagy egy 200 000 eurós nyereség évente nem elég nagy ahhoz, hogy azért egy projektet indítson el. Azok a cégek túl nagyok ahhoz, hogy egy ilyen kis szegmensére álljanak. Magyarul minden sablon és minden modell már megvan magyarul is, tehát abszolút működhetnek. Tehát szerintem, hogyha lenne egy ügyfélkapu, ahol van egy iroda, aminek van egy jogi formája, ami gyakorlatilag csak egy ügyfélközpontot alakít, tehát mit tudom, a villanyszámlát tőlük kapom, és tőlük ők szedik be tőlem a pénzt, ők küldik ki a számlát, és ők egyesítik a szolgáltatónak, fizetik ki a 100 000 vagy 200 000 ügyfélnek a számláját. Az valóban tudna elérni valamit, hogy egy ügyfélkapu. Igen, hát Erdélyben a népszállalási adatok szerintem sokkal több, tehát bő, mint 1,5 millió vagy 1,2 millió magyar él. Tehát, hogyha csak egy 100 000 fős ügyfeled van, már az egy óriási kereskedésséget jelent. Csak ez egy elég nagy falat, hogy ezt csak úgy elkezded, hát ezt nem lehet félig elkezdeni. Az igentességgel is elkezdtünk egy magyar nyelvű ügyfélszolgálatot, és akkor volt, hogy valaki hívta őket este 6 után és 7 után, és akkor nem volt, aki felvegye a telefont, hogy aki segítsen nekik, és akkor ezt abba hagytuk, mert nem akartunk csalódást utazni az embereknek. Nem is veszik fel a telefont. Tessék? Az igentesség nem is veszi fel a telefont, úgyhogy. Hát, de pontosan ezt mondtam. Tehát, hogy nem akartam csalódást. Én is arra vágyom, hogy Kolozsváron vagyok, hogy akkor magyarul intézem az ügyeimet, és de nincs például egy magyar nyelvű taxiszolgáltató, vízszolgáltató, villanyszolgáltató, és azt meg lehetne szervezni. Még tettünk ötletszinten ezeket elmondtam, csak ezt egy kicsit profiban kell megszervezni. Tehát ez egy olyan dolog, ami lebeg. Más hozzászólás? Kérdés? Ha nincsen, akkor megköszönném Langdon Gábornak, hogy harmadszor is eljött és beszámolt az ügyeiről. Én kívánok neki kitartást és sok erőt és sikereket az ügyeiben, és remélem, hogy jövő év múlva újabb fejleményekkel szolgálhat számunkra. Én is köszönöm szépen, és még annyit szeretnék hozzáfűzni. Itt van, a jogában áll, ezeket bármikor el lehet vinni, ezeket az anyagokat, amiket elosztam. Ja, hallo. Ja, hallo.